Sziasztok, én Balázs vagyok, itt vagyunk Bekölcén, nem látjátok, mert egy eldugott helyen vagyunk. Arról híres ez a Bekölcén, hogy rengeteg kutya van itt, akik okvetlenül jönnek utánad, mert zabálni szeretnének. Kergetnek. Good morning, man. How are you? I'm good. At night. I'm good. A bele videójában láttátok, hogy ebbe a vízbe beleugrunk. Ez valahogy sosem melegszik fel, mert egy szar. De természetesen a kathidegben itt van velem mindig ez a póló. A legjobb póló a világon, ami mindig melegen tart, és amúgy tényleg ennél kényelmesebb pólóm nincs is nagyon. Nézzétek meg a leírást, ott van a tesó shop is. Aztán! Ez nagyon hideg van. Nem irigyellek, Balázs. Köszönöm. Szerencsére ez a póló mindig melegen tart, ahogy látjátok. Az kurvára fázol. Igen. És ezt tényleg viccen kívül mondom, hogy ez a póló mindig melegen tart. Most ebben a helyzetben nem mer. Rajta akkor nem mindig, baszd meg. Nem mindig jó, ebben a helyzetben nem mer. Szétvagyok rajta. Tegnap itt voltak a lovak, meg a két póni, meg egy szamár. De most akkor hol vannak? Lelegelték az egészet, de nincsenek itt. Tegnap olyan nagyon sajnáltam őket. Előző videóban láttátok Bedénél. Szegény, nagyon magányos ez a szamár, hogy én is. Ott voltak a többiek, ott nagy gengben voltak, meg minden. Az a szegény szamár meg itt, egyedül itt állt, hogy simogassuk. És simogattuk. Baszki! Balázs, gyere! És meg szamaraltuk. Egész este itt voltunk és simogattuk őt, mert nagyon sajnáltuk őt. Nem csatlakozott a többiekhez mégse valamiért. Miért nem csatlakozott a többiekhez? Jóska! Eltűntek? Eltűntek. Jóska. Elvitt őket az UFO. Eltűntek. Hallod, mint szürke szamára kötve. Isten, Isten. Itt fogunk kint enni a szállás előtt, amúgy a szállás az nagyon szar. Gyere már ide! Ennyire si... Mi van? Gyere már ide! Gyere már! Hát ő nem jön ide. Most tőled félnek. Érzik a kisugárzást. Emberek, nyáron ilyen hideget még nem tapasztalhatok. Annyira hideg van itt fent a hegyekbe, hogy... Fel is jöttem átöltözni, mert szép fogok fagyni, így ilyen hideg vízbe belé is ugratom, és akkor kértem, megfújt a szél, és nagyon-nagyon hideg van úgy. De ha esetleg ti nem vagytok ilyen hegyes helyen, ahol nagyon hideg van, akkor ajánlom nektek, hogy ígyatok egy ilyet. Ez az új tesók tea az Oxónál. Én már sok teát ittam, de ilyet még nem. Persze mondhatjátok azt, hogy ez új tea, meg minden, de az íze miatt mondom, mert olyan íze van, mintha nem tudom, ez a feelinget átadja, hogy nyáron, komolyan. De térjünk vissza a kajáláshoz, mert nagyon-nagyon hideg van. Azt hitted mi? Majd legközelebb. Az a helyzet, hogyha itt menni szeretnél valahova, akkor nem tudsz igazából sehol, mert ez mindenhez nagyon messze van. Még Miskolcod is messze van, pedig arra jöttünk, pedig ott az egy másfél óra út, mire odaérsz Miskolcra. Úgyhogy igazából, ha ki akarsz kapcsolódni, akkor ide kell jönni Bekölcére, meg errefele, mert itt tényleg senki nincs. Azért néha az embernek jó a nagy hangzavarból ide jönni a semmi közepére, mert néha azért ki kell kapcsolódni neki is, meg néha azért tapasztalni kell az ilyen hangulatot is, de itt vannak a tesók is, hangulat van. Igen, ez a mi szobánk, nézzétek milyen rendetlenség van, aha. Mert a tesóknak nincs ideje pakolni, mert megy a videózás. Hú, de amúgy meg ki az jó helyes gyerek a tükörben? Én vagyok. Rex, úgy neveztük el, hogy Rex. Ő Rex. Szia Rex. Szia Rex. Zoltán kövessétek be Instagramon, úgy hívják, hogy... Zoltán. Hogy? Hogy? Zoltán. Így. Úgy hívják, így hívják. Ó, 18-as karika, bocsánat, ne haragudjék, ezt nem akartam. A mai terv az volt, hogy fel fogunk menni az egyik hegyre, mert édesapám nagyon szeret hegyet mászni, de én nem vagyok nagyon nagy hegymászós téma. És oda fel a hegyre, ebbe a pulcsiba fogok menni, hogy ne fázzak egyértelműen. Hogyha esetleg a Mount Everestnél kötnétek ki, esetleg valahogy nem tudom hogy, akkor puppa! Ezt azonnal meg kell venned. Kényelmes, rajtam vagy teamwork persze, mert kell a csapat mindig. Olyan jó kéne kikapcsolódni. A kamerát sosem fogok kikapcsolni. De tesók, tényleg, hogyha ilyen helyen laktok, és innen néztek minket, mondjuk egy tényleg ilyen a táj nektek, akkor használjátok ki. Ne felejtsétek el, a leírásból ott lesz tesók shop, és Instagramon is kövessetek be a tesók shopot, mert oda is teszünk ki képeket mindenféle új termékről. Na és nem értem, hogy ezeket a lovakat, ezeket az állatokat miért nem engedik ki, mert beszélhetnénk nektek mutatni, hogy milyen jó haverunk lett amúgy.
Tudsz adni egy pacsit? Tudsz adni pacsit? Oké, okay, aranyos. Rajta van a lábon. Zoltán meghozta a nagy dinnyét. Tegyük rá a kapusznit. Nagyjából ugyanaz. Ugyanaz? Apuka? Hasonlít? Igen. Igen. Milyen kicsi az a dinnyel? Anyátod! Zoli nagyon-nagyon kemény, nagyon keményen gyakorolta már a bumerángot. Hogy csinálod a bumerángot? Hogy csinálod? Arra eldobod és visszajön erre? El fogom dobni, és bele fog állni a nyilvébe. Hajrá! Mehet? Igen. Figyelj, de fogjad, várj, beállok, fogom, hogy szögben jó legyen. Fogom, nézzétek, háttalál neki konkrétan, nézz ide. Itt van a... Mehet? Mehet. Na szóval? Baszi! Azt a kurva! Ennyi. Azt a... Ezt tanultam. Azt rohadt. Majd megtanítom nektek is, ha elég nagyok lesztek hozzá. Megfogod? Ne nyújj hozzá, ne. Óvatosan. Ja, ezzel tisztelettel kell bánni. Le kell térdelni, mikor vége. De várj, ne! Mert ha most arra dobod, visszajön és beléd áll. Tényleg? Hát. Várjál, akkor hogyha arra dobom, akkor... Mennyire bízol bennem? Nagyon. Várjál, hogyha arra dobom, akkor belém áll? Uh-huh. Hát... Vigyázz, Kamilla. Azt a kurva! Mondtam. Hogy nem tudsz vigyázni, Balázs? Miért nem vigyázol? Na, mennyire bízok benned? Na. Miért? Akkor tartsd a félt, ez a dinnyét. Maga mellé? Igen, pozom. Igen, pozom. Igen, mellé? Vagy így? Így? Ahogy szeretem. Ahogy a fejedhez. Ó, bassz, megint ennyi nem vagyok. Várj, nem olyan könnyű ezt nem tartani. Bele fogja állítani a kést. Nem mondjad. Odaadom a csatornádat neked. Jössz. Lehet. Oh, man. Csak a dolg. Na jó van, vágjuk fel a dinnyét. Vége, meghalt. Lélegzik még? Szegény. Annyira jó dinnye volt, hát itt volt, nem vágtuk fel, olyan jó dinnye volt, Zoli. Muszáj volt, ez most neked. Ne nézzetek ide, ez nagyon veszélyes. Na? Kamillával azt terveztük, hogy ezzel majd renkelgetni fogunk. Ez olyan, hogy tele kell tömni vízzel, és van benne vízibombák. Ráteszed erre a csőre, és akkor feltöltöd, utána megfogod a vízibombát, és valaki ezt olyan hozzávágod. Most nagyon-nagyon sokat fogunk csinálni, mert a többieket meg fogjuk vele szivatni, meg fogjuk őket dobálni, hogy el fog így tartani egy ideig, úgyhogy 3, 2, 1, BOOM! Készen vagyunk. Bum, bim, bum, bam, csitcsak, bum. Ennyit csináltunk. Kamilla nagyon ügyesen csinálta, én kötöttem őket. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 14 darab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Beletesszük ebbe a törölközőbe, és ebbe az acskóba le fogjuk vinni. Így néz ki. És benne van az összes vízibomba. Hát, gyere. Nézzétek, milyen ruhám van ez a nyári outfit, tesók. Nadrág természetesen, és tesókos póló, rövid nadrág. Csekkoljátok le a leírás, mert ott vannak ezek a jó outfittek is. Mit csinálsz? Anya, jött. Anya! Ne szakítottam! Jó, de hogy? Nem, nincs semmi baj. Mi történt itt? Ki az a grongál itt? Nézd, így álljatok most háttal, és így videóz. És bedeálljon középen. Na, igen. 3, 2, 1. Van még, ráfeszítek. Várj, egy van még.
Tudod, mi volt a legkomolyabb? Az, hogy tarkon vág. És én lepattant a tarkon. Bazd meg, folyik le a hátam, majd is nagyon. Na de, megmondtam, hogy megmondtam. Van még egy darab, Zoli le fogja fejelni. Hát, hogy tudsz dobni. Bocs. Na, le lett cserélve, Bede! Ott van, Bede! Szevasztok! Nem Driving with Bede! Sziasztok! Driving with Zoli! Sziasztok! Mai vendégem Tóth Balázs! Hello! Ő megy elő, mert ő az okosabb! Azt tudom, hova kell menni? Bélapátfalvára okay. Kell menni, akkor te mész elő! Tehát ma mai vendégünk Tóth Balázs! Állj meg! Állj meg! Hol tartottunk? Ja igen, mai vendégünk, Tóth Balázs! Nagyon sokan laknak ebbe a faluba. Nagyon sokan néztek. Egy embert láttam. Szia, Csapbele tesó. Nos, tehát ott az a nagy hegy. Valószínűleg azt fogjuk megközelíteni. Hát ott van pár hegy amúgy is. Tehát visszatérve Tóth Balázsra, mai vendégünk. Hol is vagyunk jelenleg egyébként? Hát Bekölcéről. Itt vagyunk a főtéren, a postánál. Itt találkozunk. Családom. Egercsehi Mikófalva. Szevasztok. Azta, ezt nézzétek, ez úgy néz ki, mint a Windowsnak a izéje, a képe, a fő. Igen. Milyen út van itt? Csodálatos az élet, komolyan. Ennyien megismertek minket. Ilyen szép helyre megyünk. Nagyon-nagyon hatalmasak vagytok, tényleg nagyon szeretünk titeket. Élvezd ki az életet, én azt mondom. Nagyon-nagyon szép az élet, komolyan. Imádom az életet! Megérkeztünk a helyre, és abban a pillanatban, amikor megérkeztünk, elkezdett esni az eső. Pont leparkoltunk, na akkor indulunk, elkezdett esni az eső. Peace. Na mi szólsz az, hogy esik az eső? Nagyon jó. Örülök neki. Idáig semmi feljövünk és... Ja, hát jól van az, hát most. De hát ilyen a természet. Ilyen a természet, egyszer igen. Itt, igen, ilyen a természet. Egyszer itt, egyszer ott, egyszer igen. Ilyen, egyszer olyan. Hát tényleg, a természetet azt el kell fogadni, hogy a természet is elfogadja az embereket, nekünk is el kell fogadni. Nagyon komoly, nagyon-nagyon komoly. Most már sétálva megyünk felfele, mert kocsival már nem lehetett. El volt zárva nagy sziklákkal az út. Nem tudjuk, hogy merre kell menni, csak megyünk. De olyan sokat nem kell sétálni már szerintem, mert egy szintben vagyunk azzal, nézd. Vagy olyan furcsa, hogy itt is esik az eső, azt csak így hallod, hogy esik, hogy az a rendes esőünk, de... De hogy hallani, hogy ez szerintem szakad. Ezt tudjátok meg, hogy a természet azért csodákra képes, ahogy megnézitek. Hogy ott is mekkora omlás volt. Meg itt is mekkora szikla van. Bele se tudom ki, odaállnék mellé szerintem kétszer akkora, mint én amúgy, nem? Itt futok. Felénk jön, ez a probléma. Erre léptem. Ide néz. Hú! Oda néz. Húniga. Nagyon jó néz ki. Hú!
Hallod ezt? Micsoda nap volt, megjártuk a hegyet, megjártuk ezt a dombot, és most itt van ő. És hogyha szeretnétek még ilyen vlogot látni, akkor iratkozzatok fel, és dobjatok egy lájkot, és a kommentben jelezzétek, és én is Szamár barátommal... Jaj, de aranyos. Júj. Szamár barátommal elköszönünk. Köszönöm szépen, hogy itt volt... Tatok, hello. Nem akartam megrúgni, hello!